Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! A Pécs Televízió sportműsorát látják. Mai adásunkban a legfrissebb hírek és eredmények mellett beszámolunk majd a Torna Diák Olimpia városi fordulójának eseményeiről is. Tartsanak velünk! Összefoglalunk élén, hírek, eredmények röviden. A szinkron korcsolyázásban Kazincz Barcikán a junior kategóriában a Szivárvány Jégsport Egyesület csapata a harmadik helyezést érte el. Folytatottak a Dunántúli Naplókupa labdarúgótorna küzdelmei, PMFC Harkány 2-0. És most a világ sporthírei a Vestel Press jóvoltából. A FIFA legfrissebben közzétett világranglistája szerint Brazília vezeti a labdarúgásban a nemzetközi rangsort, a második helyen Franciaország együttese található. Bombaformában van a 38 éves Wayne Gretzky. A New York Rangers veterán csillaga a 4-1-es Washington elleni mérkőzésen 3 kitűnő gólpasszal járult hozzá a győzelemhez. Nincs döntés a bajnoki labdarúgó mérkőzések televíziós közvetítését illetően. A bíróságon zajló futballduó Kft. Kontra MLS következő tárgyalása március 22-én lesz. Ez tehát azt jelenti, hogy ezen időpontig biztosan nem láthatunk majd mérkőzéseket a televízióban. Ezekben a percekben zajlik a Lauber Dezső városi sportcsarnokban a PVSK Mizo Szekszárd bajnoki mérkőzés, mégpedig a Magyar Kupában ez az első mérkőzés és a negyed döntőt játsszák. A helyszínről Nyilas László jelentkezik. Halló, halló, szervusz Laci! Szervusz János, köszöntöm a kedves nézőket! Azok, akik azt gondolták, hogy a PVSK Mizónak sétagalop mérkőzése lesz ez a negyed döntő mérkőzés, valószínűleg tévednek, tegyük hozzá sajnos. 33-27-re vezet a pécsi csapat, és semmi jel nem mutat arra, hogy itt valami nagyon nagy különbségű győzelmet fog aratni az első mérkőzésen. Tulajdonképpen a pécsi lányok a szombati Gyesek Sopron elleni mérkőzésre készülnek, hiszen bajnoki rangadót játszanak majd Sopronban a lányok. Hát ez a főpróba egyelőre úgy tűnik, hogy kevés. A cél nem lehet más, mint a második félidőre feljavulni, és nagyobb gólkülönbségű, nagyobb pontkülönbségű győzelmet aratni. Még egyszer az eredmény tehát, 14 perc elteltével PVSK Mizó Szekszárd, Magyar Kupa mérkőzés, 33-27. Szó a stúdiójé. Laci, köszönjük szépen a tudósítást. A mérkőzés végeredményéről holnap reggel természetesen beszámolunk majd. Január 26-án rendezték meg a Zrínyi Miklós kereskedelmi szakközépiskolában a Torna Diák Olimpia városi fordulóját a legkisebbeknek. A résztvevők számából úgy tűnik, talán ismét fellendülőben van a tornasport Pécsett. A versenyen több mint 100 versenyző szerepelt a 7-10 éves korosztályból. Dr. Kontroll Tamásné szakágvezető szerint ez a létszám már ígéretes. Megváltozott a tornasport, hiszen ez így természetes, megjelentek az akrobatikus elemek, inkább a nőies mozgások dominálnak a gerendán, ezen kívül az ugrás már jóval nehezebb lett, mint valamikor volt. Összességében azt tudom mondani, hogy teljes változáson ment át a torna, de így szép, és azt hiszem a korral halad együtt. Az utánpótlás ebben a sportágban mennyire biztosított? Nagy örömömre szolgál, mint az Általános Iskolai Sportbizottságnak az egyik szervezője és vezetője torna részről, hogy a csapatok száma évről évre növekszik. Most például bizonyítja, hogy kinőttük ezt a kis tornatermet, jövőre a sportcsarnokba fogjuk majd tartani a versenyt. Én remélem, hogy rájött ez a korosztály arra, hogy ez egy nagyon szép sport, érdemes csinálni, és hát a sikert már 6 éves korban el lehet kezdeni valóban átélni és megélni. Én azt gondolom, mint ahogy a sportban mindenütt jelentkezik, sajnos a szerhiány a tolnánál például nagyon drágák a sportszerek. Jelen pillanatban is van olyan, hogy az iskolában nincsenek gerendák, kis gerenda, szőnyegek nincsenek. Amíg ez nem oldódik meg, addig itt komoly változást nem lehet a tornasporttól várni. Amennyiben már itt egy kis pénz lesz, vagy több lesz a sportra, én azt gondolom, akkor itt is lesz változás. Haladhat a korral, korszerű sporteszközökkel, amelyek tényleg nem balesetveszélyesek. A mostani mezőnyt figyelve, nézve ön esélyesnek látja az itteni gyerekeket az országos megmérettetésen? Ez általában úgy van, hogy ha tavaly voltunk az országos döntőn, mi tavaly eljutottunk, idén vagy jövőre még nem, de utána ismét szeretnénk. Ez olyan fölmenő rendszerként működik, hogy azonos években nagyon ritkán van az, hogy minden csapat eljut innen az országosig, de 2-3 évente Baranyából mindig van 2-3 csapat, reméljük jövőre mi is eljutunk oda. Hány éves korotok óta tornáztok? Hát én 3 éve tornázom.
Ki találta ki, hogy éppen ezt a sportágat űzd? Az anyukám, mert nagyon alacsony voltam a kosárlabdához, és... Mert te kosarazni szerettél volna? Igen. És azóta megszeretted a tornát? Igen, megszerettem, kosarazni is már járok. Mert azóta meg is nőttél. Azt azért mondjátok el nekem, hogy hányszor kell edzeni egy héten? Kétszer. Szeretném mindannyiótoktól megtudni, hogy melyik a kedvenc szeretek. Mit szeretek legjobban csinálni? Hát én tornászni. Talajon? Igen. Én is a talajt szeretem. Talaj. Talajon. Ugrás. Gerenda. Te mondtad egyedül a gerendát. Ez nekem is egy nagyon-nagyon nehéz dolognak tűnik. Nehéz megőrizni az egyensúlyodat, hogy ne potyogj le róla folyton? Hát... Nekem nem. Néha igen, de... Mondj csak, ugráltok is már a gerendám? Hát igen. Hát gyakorlatokat csinálunk rajta. Ilyenkor versenyen ki az, aki nagyon izgul, és ki az, aki egészen nyugodt? Én nyugodt vagyok. Hát én olyan izgulós típus vagyok, és néha nyugodt. Hányadikok szeretnétek lenni? Elsők. Elsők. Milyen örömöt nyújthat ez a sportág azoknak, akikből igazából élsportoló soha nem lesz, és talán ezt a szakember már tudja akár 5-6 éves korában is. Ha egy nő egészséges és szép és mutatós lesz, én azt gondolom, ha másért nem, ezért megéri, hogy tornászott valamikor, meglátszik rajta a tartásán, a járásán, a viselkedésén, de én tovább mennék. Lehet belőle egy ragyogó testnevelő tanár, sikeres lehet az élete, azt csinálhatja egész életében, amit tényleg szeret. És azt gondolom, ennél több ma nem kell. A Diák Olimpia városi versenyén a fiúk és a lányok között is a köztársaságtéri általános iskola csapata nyert. Ők jutnak majd rövidesen Siklósra a megyei döntőbe. Nos, ennyi fért mostani összefoglalónkba. Friss információkkal és hírekkel reggeli kiadásunkban jelentkezünk majd, és ekkor folytatjuk majd a tornaversenyről készült beszámolónkat is. Tartsanak akkor is velünk, én további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!